a Workshop minden konferenciának az a része, amikor emberek Macintosra prezentálnak és megpróbálnak egy projektet üzembe helyezni. Azért kínos, mert korábban el tudtam volna mondani, hogy Bujat fog beszélni a Nopióról, de minden rá van írva a melkasára, amit most tudnék mondani, adok neki egy mikrofon. Egy mikrofon és signal processing fizé történik. Sziasztok! Megpróbálom nem felrúgni az egészet, és szóval én sziasztok, Bújdos Attila vagyok, szakmám, végzettségem szerint építész, és most nem egy építészet, hanem egy ilyen informatikai projektről szeretnénk mesélni. Először is. Szóval múlt előtti hétvégén volt a startup hétvége, ezen részt vettünk, és Borbély Gergő barátommal bedobtunk egy ötletet, és egy tök jó csapatunk jött össze, 7 személyben, és második díjat nyertünk ezen a startup hétvégén. És röviden arról mesélnék, hogy egyrészt, hogy mi az ötlet, mint gondolkodtunk, illetve azon, hogy most hogy állunk. Szerint ki az, aki még nem látta Facebookon ezt a hír szavazós linket? Na, azt hittem, hogy már mindenkit lefárasztottunk. Jó, arról is. Szóval maga a probléma, amit szeretnénk megoldani, az, hogy az e-mail általában, főleg munkára, hogy használjuk, mindenkinek szerintem problémája az, hogy rengeteg e-mailt kap. És alapvetően a csapat vagy cégen belül kommunikáció és egyik működés az eléggé nehézkes. Ez általában egy e-mail, e-mailre esik vissza, de nézzük egy tipikus workflow-t, ami úgy néz ki, hogy egy heti meeting, írunk egy meeting memót, aztán azt e-mailezzük mindenkinek, aztán mindenki valamilyen kis task listában nézi, hogy hogyan áll a dolga, kipipálja, hogyha kész, ha módosítás van, akkor piros, ha csúszás van, akkor sárga, ha kész, akkor zöld. De ami biztos, hogy ez teljesen redundáns. Ugyanaz az információ több helyen megvan, és ezen kezdtünk el gondolkodni, hogy ezt lehet valahogy úgy megoldani, hogy ez ne legyen, tehát hatékonyabb legyen ez a kommunikáció. És egy olyan dolgot képzeltünk el, ami annyira flexibilis, meg egyszerű, mint az e-mail, bárkinek tudsz írni, használ a saját nyelvedet, mindenkinek van e-mail címe, viszont annyira struktúrált lesz, mint egy project management szoftver, ahol mindent így átlátsz, tudsz tervezni. És arra mondtam, hogy mi lenne, hogy ennek az alapegysége nem egy sima e-mail lenne, hanem egy új kommunikációs protokoll, vagy nyelv, ami például keveri a kommunikációt és a project management feature-eit. Írjál, amit akarsz, de használj benne hashtageket, vagyis szintaxist, amivel el tudod érni, hogyha ezeket használod, akkor tudod definálni, hogy kinek mi a dolga. Majd nagyon egyszerűen tudnál olyan feladatokat vagy kérdéseket feltenni, mint például a következő, hogy olyat jössz előadni most a nyújtás meetupon. És akkor én tudnék visszaadni erre egy választ, hogy igen. Vagy pedig az, hogy én visszakérdezek, ez ma reggel délután már kell használhatom a saját gépemet, mondta, hogy igen. Tök jó. És nekem ugye most van egy feladatom, hogy fel kell készülnöm, ezért most már kész van, mert elkészült így 3 perccel ezelőtt a prezentáció, hogy ezt tükkelem vagy done. És hát mondjuk a Gulyás barátomnak az a dolga, hogy van a bejelentkezésnél egy hiba, hogy ezt kurvára meg kéne most már csinálnia. Remélem, hogy most már, ha itt lenne, vagy ő nyomnának, hogy doing, és akkor már egyből látnám a visszajelzést, hogy kész van. És ugye ez igazából így néz ki maga a szintaxis. Az új dolog az a felkiáltó, amit mi bevezetnénk, ez a call for action, és ezt nektek készítettem ezt a diát, mint egy sokkal programozó, hogy ez igazából így néz ki. Hogy ez egy függvény, amit meghívunk, van 2 paraméter, az egyik az, hogy ki az assignee, tehát kinek a feladata, vagy ki az, akitől várunk reakciót, vagy a kérdés megválaszolását, van kontextusa, van belette rizsalistát, hogy ez a meetup az arról szól, hogy akármi, de a lényeg az, hogy összedolni, vagy nem. Kész van a pár, vagy nem. Most egy csúnya szóval van, hanem az a lényeg, hogy szerelmes előre, hogy dugunk, vagy nem dugunk. Tehát, és egyébként ez ismerős, és nyilván mindannyian megnyomtátok a RSVP gombot, akkor a meetup is ezt kérdezi, hogy are you attending? Yes vagy no? És a világ nagyon bonyolult, mindenkinek rengeteg dolga van, de általában mégis sikerül vagy leegyszerűsíteni a kommunikációt erről, hogy igen vagy nem. Ahogy most állunk, van egy ilyen landing page-ünk, és részt vettünk egy ilyen szenzációs Global Startup Battle-ben, ahol amikor még elindultam az irodából, akkor még mi vezettünk. Ez ilyen szavazatgyűjtés, borzalmas, tehát senkinek nem ajánlom, hogy szavazatgyűjtésre bármikor belefogjatok. Elég mondni. Tényleg, mert így mindenki nagymama, ismerős ledisták ismerik. Most egy kérdés, hogy akartok nézni egy gyors demót, vagy van rá időnk? Igen. Jó. Akkor csak annyi, hogy
Egy perc. Jó, gyorsan. Tehát hogy az a lényeg, hogy ha az adapecsék ezek az ilyen actionable, tehát ilyen akcióba váltható üzenetek, akkor azt meg lehet, el lehet érni, hogy ezeknek ugye a hashtagek alapján van kontextusa van, most a startup hétvégére készült egy demo, hogy hogyan dolgozunk, és ebből különböző ilyen nézeteket lehet generálni, hogy mondjuk, hogy ez egy projektnézet, ki lehet nyitni, mi hogy áll, a projektmenedzserek álma, ugye az a Gantt diagram, tehát hogy ilyennel is lehet foglalkozni. És akkor most az a kérdés, na, amilyen is eljöttünk, az az, hogy megkérdezünk, hogy ha valakinek van ebben beszállni, akkor jöjjön. Mert szeretnénk ezt megvalósítani. Köszönöm a figyelmet, és ha kérdések vannak, akkor várjuk. Köszönöm. Az lesz. Hát nyilván multi platform a cél, de hogy igen, először webes. Mi a termék, amit csináltam? Hogy? Oké, hogy így működik, de mi az a termék, amit csináltam? Tehát az a mostani elképzelésünk szerint van egy alapkommunikációs eszköz, amivel tudsz sheetupot szervezni, meetupot szervezni, stb. És ez mind ingyenes. És erre ráépülő project management szolgáltatásoknak fizetős ilyen subscription jelleggel, mondjuk olyan nézetek, amiből tudsz következtetéseket levonni a működésre, hatékonyabb céges kommunikációra. Megrögtön, megjelentkezett, aztán majd... Bocs. Igen, azt akartam kérdezni, hogy most végülis ez úgy kell kitalálni, most ez egy webes eszköz, vagy pedig valahogy az e-mail flow-mat nézi, és akkor abból szedik ki ezeket a szolgáltatásokat? Ez a nagyon jó kérdés, azt hittem, hogy ez lesz a legelső. Mi azt szeretnénk, hogy saját protokollt építsünk, saját backend-el, és mindenképpen úgy be kell kötni e-mail-lel, hogy kompatibilis legyen, legalább egy irányba. Tehát, hogy olyannak tudja küldeni üzenetet, aki még nem ugye, tagja, az kapjon e-mail notification. Azon, hogy e-mailből lehessen-e írni, ezen nagyon sokat vitázunk, még nem döntöttük el, mert ugye az is a cél, hogy kevesebb e-mail legyen. De ez egy stratégiai kérdés, hogy hogy jutunk el a userekhez egyértelműen. Le fogjátok cserélni a task managerünket és a project managerünket erre az alkalmazásra? És az e-mailt is. Lehet olyan, hogy mondjuk a meetupot szervezünk ezen, és nekem van még egy másik dolgom, és még valakivel összekötött, hogy ilyen a projektek közötti átmenetet ezt képes kezelni? Az a cél, hogy képes legyen. Nyilván itt most tehát olyan annyira elején vagyunk még, hogy még az alapfunkcionalitás is még nincs meg teljesen, de hát az a cél, hogy mindenre. Tehát ez kihívás, de hát nem lehet mindig lőni, de hogy talán pont az ilyen emberek közötti viszonylag definálható csoportokon belül kommunikációra lehessen használni. És itt vannak átfedések, persze. Beszéltem velük nem olyan régen, WebSummit-on találkoztam. A nagyjából ugyanilyen talán, amiket mutattál egy picit mélyebb, az övéké viszont gyakorlatilag beta állapotban készen van. Tök jó, megnézzük. Milyen német konkurenst találtunk, az övé nekik is hasonló, tehát a szintaktika az hasonló volt, viszont ők továbbra is nem tudtak elválasztani attól, hogy ilyen form, ilyen dolgokat. Nagyon, az is ilyen scatter, tehát ilyen szét csúszott. Eléggé rugalmas a rendszerük. Jó, beszéljünk utána, és megnézzük. Aha. Ez miért kell különbözős platform? Tehát kitaláltuk egy új jelrendszert, ami valamilyen hármas volt, tehát a kukasz felkérdéket, hashtag hármasra állt. Miért kell lehetnek neki egy kommunikációs platform? Miért nem mondjátok azt, hogy ezt állít a Gmail, állít a Facebookra, beépüljön a bögészőnbe, és amikor egy ilyen szépen szöveget állt, akkor azt mondja, hogy egy felügyek. Elsősorban azért, mert nem akarunk Google alkalmazottak lenni. Mert lehetnénk, de nem hiszi. Tehát, hogy így, akkor jelentkeznénk a Google-hoz. Nem, azt gondolom, hogy ez egy inkább marketing stratégia, tehát eljutni üzerekhez, hogyha egy Gmail plugin csinálunk, nem egy ilyen cél. Már bocsánat. Igen? Milyen minőségben keresnek emberek? Hogy? Milyen minőségben keresnek emberek? Most alakul a csapat, tehát most van ez a hétfő, beszélgetünk arról, hogy ki ebben mennyire tud dolgozni. Még nincsen befektető, tehát most egyelőre mindenképpen mindenki tolja, mennyi energiája van. Programozó is kell elsősorban, de tehát olyan
vannak nálunk is kapacitások, de most például a programozat nagyon kell. Milyen technológiával? Erre Gulyás tud válaszolni. Tehát Python és Tornado webserver. Miért csak e-mail, Twitter, miért nem, hogyha jobban hasonlít rá? Miért kérdés, hogy miért nem akarjuk a Twittert is lecserélni? Azért, mert by nature, aminek fontos különbség a Twittertől, ugye kinézetre tök hasonló, tehát hasonlít jobban a Twitterhez, viszont az alapvetően ez a one-to-many kommunikáció, tehát az egy ilyen public. Mert alapvetően a tweetjeid azok publicok. Itt meg nem fontos, ezek by default privátok, tehát nincs meg a világgal. Egy e-mailben, vagy egy meeting loadban, igazából ott az van, hogy a meetingen résztvevőknek vannak feladatai. Tehát, hogy egy e-mailben több ember, több feladatról szól. Igen, ez a cél, és ez, úgy érezzük, hogy ez egyik betörési lehetőség, ahol ezt el tudjuk terjeszteni, hogy a meeting memo, amikor van egy meetingen, ahol részt vesznek mondjuk heten, és akkor öt embernek van feladata, plusz egy ember, aki nem volt ott a meetingen, és ott egy dokumentumban viszonylag folyószövegben egy Word docot most megnyit, vagy egy Google Docsit, vagy egy text file, és ott felírod. Az a cél, hogy ilyen egyszerűen lehessen ezt felsorolni, és ez egyből már automatikusan az lenne egy struktúrált és olyan tartalom, amit már lehet cikkelgetni, hogy mi a lehet. Meg tudjuk különböztetni a folyószöveg, és nem az, ki mihez tartozik. Hát ez a cél, persze. Így van, hát ezt jó meg kell oldani. Még ott volt egy valaki jelentkezett. Le kell keverni. Jó, oké. Akkor köszönjük a figyelmet. Nem lesz témasor azért ez.